A Városháza első emeleti tárgyalótermében gyülekezett Paksváros képviselő testülete szerda délután, a városatyák 9 napirendi pontról egyeztettek. Az első a Domb utcai rendelő felújításával kapcsolatos pályázat benyújtása volt. A Domb utcai háziorvosi rendelő ideglenes ANTS engedéllyel rendelkezik. Régóta ráfér már a felújítás, hiszen nem felel meg a legújabb egészségügyi előírásoknak, hiszen a mosdó része nincs elkülönítve megfelelő módon, az akadálymentesítés nincs biztosítva, és nincs egy külön szoba az orvos rendelkezésre bocsátva, nincs az orvos rendelkezésére, amikor is valami intimebb tébát kell nem az asszisztens jelenlétébe megbeszélni a beteggel. A felújítás összköltsége meghaladja 30 millió forintot, ebből az állam nagyságrendileg 25 millió forinttal támogatná a beruházást, a fennmaradó 5 millió forintot meghaladó önrészt a testület jóváhagyta. A tervek folyamatosan készülnek, pozitív döntést követően a kivitelezés legkorábban az év végén kezdődhet. A másik fontos téma a költségvetés módosítása volt, mert az NB1-ben szereplő paksi labdarúgó csapat anyagi gondokkal küzd a névadó szponzor támogatásának hiánya, illetve elmaradása miatt. A testület 40 millió forintos egyszeri pótulagos támogatásról biztosította a paksi futballklubot. Ezzel az egy 40 millió forintos támogatással még nem biztos, hogy megoldódik az összes anyagi problémája a labdarúgó klubnak. Újabb tárgyalásokat kell lebonyolítani a szponzorok között, elsősorban a Magyar Villamos Művek Trösttel, amennyiben az MVM hajlandó lesz tárgyalni. Egyelőre a támogatások be vannak fagyasztva, ennek az okát is keressük még, és egy csökkentett támogatás esetén nem lesz elégséges a pénz a labdarúgó klub NB1-be tartásához, tehát én azt gondolom, hogy nem utoljára tárgyalta ebbe az évben a képviselőtestület ezt a témát.